Tessék jól az összünkbe, kedves barátaim! Mert a bűnözők, tettes társaim, a parlamenti szavazógépezet nélkül nem tudnák lépésről lépésre végrehajtani Simon Peres tervét, azaz Magyarország teljes kisebbülését és felvásárlását. Azt hiszem, van néhány rossz hírünk Simon Peresnek, Gyurcsányinak, Mordonkának és tettes társaiknak. Kérem hangosan, hogy Lenva Ildikó és Barnai Mordonka is hallja, nyilvánítsanak vélemény. Tűrjük-e tovább, hogy a hatalom jelenlegi borlói még mélyebb erdős és korális válságba taszítsák hazánkat? Tűrjük-e tovább, hogy még mélyebb gazdasági válságba sodorjanak bennünket? Tűrjük-e tovább, hogy maradék nemzeti vagyonunkat, azaz kórházainkat, egyetemeinket, vízbázisunkat, termőföldünket ellopják tőlünk? Tűrjük-e tovább nemzeti ünnepeink meggyalázását? Akarjuk liba pusztító Bordonkát miniszterelnöknek? Azzal kezdtem, tisztelt hölgyek, urak, biztos voltam benne, hogy ma nagyon sokan leszünk. Most már még valamiben biztos vagyok. A végjáték elkezdődött. Akarunk előrehozott választásokat? Engedjék meg, hogy az István a királyból lett nagyon rövid idézettel köszönjek el önöktől. Úgy legyen. Ámen. Következik a kis polgármester. Ő a sajtót.